Szevasztok, én Szilárd vagyok, és ez itt az első használt autóbörze, és az első legyen akkor hölgyeknek. Ebben szeretném megmutatni, hogy most jelenleg a használt autó piacon mit ajánlanék én, az én tapasztalataim alapján egy hölgynek, egy fiatal csajszinak, vagy akárkinek, aki szereti az ilyen csajosabb autókat. Ezek nem mindegyik lesz árban egy kategóriában, megpróbáltam 2-3 csoportra szedni, és szépen majd rákeresünk azokra is, amik esetleg úgy sokkal közkedveltebbek az emberek közül, esetleg ugye a pénztárcának jobban megfelelőek. Na most az első, az nem lesz más, mint szerintem nagyon sokan erre mennének legelőször, ugye egy csajos autóknak. Szerintem az árkategóriát az be lehet állítani olyan 600-tól 800 ezerig, el lesz az első kategória, tudom, valaki sokkal kevesebbé keres autót. Én annyit tudok elmondani az a használt autókról, hogy én legszívesebben nem nagyon ajánlok dízel autót, mivel sokkal nagyobb a ráköltendő, sokkal nagyobb az elromolandó lehetőség egy dízel autóban, sokkal több olyan dolg van, és hogyha ott elromlik valami, akkor tényleg nagy gebasz lesz. Úgyhogy én benzines autót ajánlok, és évjárattól egy 2003-tól 6-ig. És látjátok, szűkült azért. Na most itt ki lehet választani, hogy milyen autót szeretnétek. Most én azt mondom, először rakjunk be egy háromféle autót, itt további keresési feltételeket be tudjátok állítani, megjegyzi az előző oldalit, tehát azokat nem kell újra beállítani. Itt lesz ugye, tegyük föl, ugye ami nagyon közkedvet Magyarországon, az az Opel, amit én hozzáteszem saját magamnak nem vennék, mert én az Opelokat annyira nem szeretem, nagyon sok rossz tapasztalatot hallok az Opelokról. A Ford, amit szeretnek, ugye a Ford Fiesta Focus, és hol is van, megvan, Suzuki. Ja, Suzuki az nem autó. Csak hülyéskedek. A harmadik legyen a Renault. Leszűkült jóval a keresett találatok száma, mert 686 darab van. Na most én ezeket az autókat, benzineseket tudom ajánlani nektek, ugye most itt konkrétan ez egy hirdetés is, ha vehetjük úgy. Na most én nektek ezeket az autókat tudnám ajánlani, amik úgy, hogy elfogadható árban van. Látjátok, itt elég jó kilométeresek vannak, elég jó megkímélt állapotban. Most ne nézzétek a kilométert, ugye ahonnan nézitek, onnan fog írni a kilométert, hogyha Pestről nézitek, akkor több, látod itt Pécsről nézi, és innen le is írja, hogy hány, mennyire van tőled az autó. Nem akarom túlmagyarázni, biztos mindenki használta már, itt vannak a baszott jó hirdetések, sajnos ezeket hozzá kell szokni, tele van mindenet a hirdetésekkel. Na most ezt az autót semmi esetre, még a kevés kilométerre se ajánlanám, mert egyszerűen olyan minőségtelen autó, hogy az valami förtelem. Most ezek a keresett autók, az Opel, a Ford, talán a Renault, Citroen, többet is be lehetne írni, most ezt a hármat kerestem rá. Amit én ajánlok ettől a 600-tól 800-ig, az inkább a Ford, és igazából ezzel bezárólag van még egy-kettő, amit vagy el kell dönteni, hogy öregebb autót szeretnénk, vagy fiatalabbat. Először is mindig a pénzt határozza meg, hogy mennyi szeretnénk költeni az autóra. Szerintem 600-800-ig érdemes úgy olyan autót venni, ami a te igényeidet kielégíti. Lehet egy régebbi, nagyobb kasznis, tehát ugye egy nagyobb kategóriájú autó szeretnél, vagy egy újabb, kisebbet. Na most látod, itt 2003-2004-ben vannak Renault Megánok. Renault Megán az egy elmegy kategóriája autó. Mindenki azt mondja a franciákra, ami tök jogos, hogy egy kicsit máshogy árazadjuk, de szerintem elfogadható minőséget képzel a Renault. Én azt mondom, hogy a Renault-nál lejjebb nem is szabadna menni, igazából a Peugeot-nál lejjebb nem mennék, de most a Renault még belefér, mert árba sokkal jobb a zárérték aránya egy Renault-nak. Na most látjátok, tele van 100 lóerő körüli 1.6-os Renault-kkal, Ford Focus-okkal, mindenfélekkel. Most látjátok, itt már van egy sokkal újabb
Clio is, kétajtós csak, de ez például nem is olyan rossz állapotú. Látod, a kilométer megvan, és 2006-os, 800 ezer forint, szerintem egész korrekt ahhoz képest, amennyibe kerül. Állapotra is megnézhetnénk, lehet egy-kettő bele fogunk menni, nem ígérek semmit, mert eléggé sok. Na most például itt van egy nagyobb kategória autó, látod, ez 2003-as, sima 1.6-os, ebben több kilométer van, és szerintem ez azért is került többe, hogy most ez egy egész hirdetés az autókereskedéseknek, de nem érdekel, mert szeretnék azoknak segíteni, esetleg autót szeretne vásárolni. Lehet későbbi ebbe le fog menni, most konkrétan a női autókat szeretném mutatni, ugye az ilyen Megane, Clio, Focus, ugye Megane, Astra, ezek ugye ilyen kisebb, csajosabb autók, ugye nem feltétlenül csak nőknek, de sokan azt hiszik, hogy attól, mert valami csajos, csak nő fogják venni, de ez egyáltalán nem igaz. Látjátok, itt már kimentünk az extra hirdetésekből, innen az aljára fogunk kezdeni, iszonyat sok autó van. Én nem akarok senkinek sem megmondani, hogy miért vegyen, én csak egy lehetőséget szeretnék ajánlani. Renault Thalia, Fusion, amilyen állapotú. És amit használt autóvásárlásnál fel kell fogni egy embernek, hogy elmegy használt autót venni, akkor nem új autó, tehát benne van, hogy használt. Itt sok kompromisszumot kell kötni, főleg, hogyha az embernek nincs pénze, nem tud többet rászánni, akkor nagyon sok kompromisszumot kell egy-két helyen kötni. Én azt mondom, akkor, hogyha annyi kompromisszumot kéne kötnöd egy újabb autónál, tegyük föl, hogy tényleg le van rúgva, látszik rajta. Én azt mondom, inkább akkor rakjon hozzá még az ember, várjon vele, főleg, hogyha nem is sürgős. Most visszamegyek, és följemegyek egy kategóriával. Én ezt a három márkát tudom úgy mondani, de látjátok, van több is, tehát van már Vectra benne, van Focus, van Fiesta, nagyon sokféle. Én azért ajánlom ezeket az autókat, a Fordról én azt tudom mondani, eléggé megbízhatók, és árértékarányban elég jók. Az Opelről nem tudok annyi jót mondani, de árérték arányba ők is megfelelőek. Na most itt ráfrissítettem ezekre az autókra, és igen, itt most rákerestem konkrétan a Ford Fiesta-ra, ezeket tényleg ajánlom nőknek, ezek jó kis városi autók, nem fogyasztanak sokat, igaz, nem is egy erőgépek, de ezekkel tök jó el lehet lenni városban, és aránylag jó alapotban is lehet találni őket, de ez egyáltalán nem biztos, hogy ez valós kilométerek, és még meglepően magas kilométer számnál sem biztos, hogy az nincs visszatekerve. Ebben az országban ezt hozzá kell venni. Most rámentem erre, megnézzük a képeket, nem akarom kitakarni. Ez állapotra úgy, ami fontos egy használt autó vásárlásra. Nézni kell az íveket, hogy hogyan állnak az ívek. Azon látszik, hogy volt-e törve az autó. Na most itt ezek az ívek egyáltalán nem állnak jól. Itt ez nem jó ív, mert látod mennyire itt vékony, és itt vastagszik. Meg itt is van egy kis kancsal benne. Úgyhogy itt az látszik, hogy ez az autó olyan közepes állapotú van. Ez az autó olyan közepes állapotban van. Szerintem semmi kivetnivaló nincs rajta, árértékarányban szerintem tök megfelelő, itt is látszik rajta kicsit meg van görbülve. És attól független, hogy látod itt ezeket a dolgokat, csak személyesen lehet életbe oda mész és megnézed, látni ezeket a dolgokat, hát itt is vannak is horzolások, de ez használt autó, ezt hozzá kell szokni az ilyen dolgokhoz. Belülről látjátok egy elég kis puritán autó, szerintem tökre megfelelő egy nőnek, ennél több nem is kell, mondom keveset fogyaszt, el lehet menni autópályán vele mindenhova, elvíz, benzines, szívóbenzin, tényleg a világ végére el lehet vele menni. A négy autós autókat javaslom igazán, mivel a két személyes az nagyon-nagyon elkorlátozza az embert, egyszerűen pakolás lehetőségben is sokkal jobban visszavesz. Szerintem egy ilyen autó egy fiatalnak még megfelelő, de lehet, hogy egy már olyan családos embernek ez már nagyon pici. Följön mentem egy árkategóriával, és szerintem teljes mértékben ezek az autók mind megfelelőek, hogyha azt nézzük, akkor ezek az autók, amik ugye egy csak kisebb családnak már meg is felelnek. Látjátok, itt már Focus C Max, 1 millió forint, kilométert, azt nem feltétlen kell nézni, egy árkategóriá, ugye följön vagyunk már 800-tól 1 millióig kategória. Ezek az autók
Igen, itt látszik, hogy itt ez az autó kapott rendesen, tehát itt valami olyan dolgok történtek, ugye hát, amiket nem tudunk. Itt az látszik, hogy sokat mosták gépi mosóval, ugye ezek az ilyen hajszák, azt jelenti, hogy a kefe karcolta. Az eleje úgy nagyjából egybe van, most konkrét autókat nézek, itt ez a rész is úgy néz ki, hogy egybe van. Szerintem ez az autó elég korrekt állapotban van, bár belsejét még nem láttam. Igen, látjátok, ez egy elég jó kis családi autó, szerintem ennél nagyobb családi autó már nem is kéne, még akár egy tagú családnak se. Ez egy tök kényelmes, tágas, ugye egyterű. Ezzel már lehet jutni A-ból B-be, nem hadserben, tényleg benzines, megnézhetjük hány lóerő. Itt van 116 ló, bőven elvisz, soros, itt van a fogyasztása, max 9 liter teszik. Jó, most a gyorsulását nem kell nézni, végsebességet se, ezek nem azok az autók. Szerintem ezek a kategória autó, most oké, és azt mondjátok, hogy Ford, de szerintem ezek az autók sokkal jobb minőséget tükröznek, mint amit ebben a kategórián lévő autók. Ár értékarányban szerintem ezek a Fordok a legjobbak. Mindenkinek a saját döntésére van bízva, hogy milyen autót választ, mert amin egyre lejjebb megyünk minőségileg, annál újabb és megkíméltebb autót tudunk venni. Tehát amit meg tudunk venni egy X pénzért egy autóból, tegyük föl 2005-öset, lehet abból egy másik, úgymond gyengébb márkából meg tudunk venni egy sokkal újabbat, ami lehet még kíméltebb is. Csak az is számít az embernek. Szerintem, hogyha már kiad ennyi pénzt, akkor már egy olyan autóba üljön, amit ő élvez, meg szeret beleülni, mert az, hogy konkrétan van négy kereke, meg egy kasznia, az szerintem már nem elég ennyi pénznél. És igen, el lehet menni kurva sok pénzig, tehát nagyon sok milliót lehet költeni autóra, én ezt elhiszem, mert olyan kibaszott nagy tága paletta. Először azt kell megnézni az embernek, hogy mennyi pénze van rá, utána, hogy mire használná, és utána lehet már variálni, hogy most milyen felszereltség, milyen állapot. Főleg, hogyha ugye Magyarországon sajnos nem nagyon vesznek új autót. Egyszerűen nem tudják az emberek megengedni maguknak, hogy ők új autót vegyenek. Maradjunk még mindig a csehos autóknál, menjünk egy kategóriával feljebb. Na most látjátok, átváltottam Volkswagen Golfra, egy 5-ös kategóriába, ezek az autók már drágábbak, és itt is igazából a márkát kell megfizetned, meg hát ha úgy veszük a minőséget. Most itt a 2004-2005-ös autók annyiba kerülnek, mint másabb a 2007-es. Tehát látjátok, régebbi autó lehet még szarabb állapotban is, de az, hogy rajta van a Volkswagen-je, drágábbá teszi, és ez valahol meg is értető, mert az emberek általában visszajelzések alapján vesznek autót, és szerintem eléggé sok rossz beidegződés van a magyarokban, ugye a dízelautók iránt is, hogy tehát nem kellő helyen kezelik a dízelautókat, és én nem azokat szólom le, akik dízelautót vesznek, csak egyáltalán nem gazdaságos dízelautót venni, mert hogy tegyük föl, kevesebbet eszik egy literrel vagy kettővel, az soha sehol nem fogod viszont látni a pénztárcádba, és esetleg beszarik, akkor ott súlyos összegek fognak kiröppenni viszont a pénztárcádból. Szerintem benzines, szívóbenzin autóknál, régieknél megbízhatóbb nagyon nincs. Persze vannak olyanok konkrét, amik meg lehet baja, meg széria bajok, és tegyük föl, itt van ez az autó, két ajtós csak, igaz, van belőle négy ajtós is, olyat keres, hogyha négy ajtós, akkor most konkrétan ezt emeltem ki. Állapotra úgy korrektnek néz ki, nekem kicsi lenne, tehát ez nekem kicsi autó, de például egy nőnek, egy fiatal srácnak, de akár egy idősebb srácnak, nőnek is, szerintem ez tökéletesen elég, ennél nagyobb autó nem is szükséges, főleg, hogyha csak kell utazni. Ez eléggé korrekt állapotú, nem konkrétan erre az autóra gondolok, hogy ilyet vagy, hanem csak bemutatom, hogy ilyenek vannak. Most például, ha azt nézzük, ezek az autók szerintem megbízhatóak, ezek elmennek a világ végére, a szervizel vannak, és oda van figyelve rá, akkor tényleg csak tankolni kell és menni vele. Arra kell nagyon figyelni még használt autó vásárlásnál, hogyha te kinézed, hogy mit akarsz, attól függetlenül, hogy mit mondnak róla, nem kell elhinni, mert
hazudnak össze-vissza a kereskedők, át akarnak baszni, ki akarnak használni, ki akarják használni a jó hiszeműséget, hogy előzékeny vagy, hogy kedves vagy, vagy valami. Ők ebből élnek, sajnos, vagy nem sajnos, ezt meg kell szoknod. Ha te autót akarsz vásárolni, hozzá kell ezekhez szoknod. Na most, hogy ne mondjátok le, hogy ilyen erre fanatikus vagyok, nézzünk asztrákat is. Na most tegyük fel, itt van HD-s képek, 2006-os, tehát már sokkal fiatabbakat lehet sokkal olcsóbban venni. És ezek már négy ajtósak. Ugye nem lehet tudni semmit az előértékre, ezek külföldről hozott autók. Nézd, na most ez konkrétan egy gányautó. Látjátok, erre nem volt figyelve, ez szarrá van itt rohadva, itt le is van nyomva, ott is meg van nyomva. Szerintem itt az egész oldala végig van baszva. Hátulja is szisztaros, de itt is meg van baszkurászva, úgyhogy ezt én nem ajánlom megvételre, csak meg akarom mutatni, hogy néznek ki. Mindjárt keresek egy jobb állapotút, mert ez eléggé nulla. Na most ezt látjátok, na most beleütök egy Golfba, ott oké, és nincsen nagyon sok kezelőszer, de sokkal kulturáltabban néz ki, mint ez. Most mondja meg nekem valaki, hogy ez itt szépe, megsúgom, szerintem kurva ronda, úgy, ahogy van az egész, ez a fa benne egy gány dolog, de hát most ennyi pénzért ennyit kap az ember. Azt kell tényleg az emberben elintézni, magába megbékélni azzal, hogy mit tud kihozni a saját keretéből, és mit tud vele kezdeni. Na most 1 millió forintnál annyira már nem lerugott autók vannak. Ott már kezdődnek azért a kevesebb kilométeres, de régebbi autók is bejönni, a megkímélt és régebbi, vagy a lerugott és újabb. Én mindig azt mondom, hogy ha te autót akarsz vásárolni, akármennyi pénzért, max 75%-át közd el a pénzennek. Tehát hogyha van, egyszerűen fogom leírni, van 1 millió forintod, visszarakom szemből, ott nem olyan ronda. Ez fasság volt, de sajnos ez igaz, ez le van rúgva, ez a konkrét autó. Ez az autó szerintem megbízható, mert 1.6-os, nem volt vele tapasztalatom, én nagyobbat vezettem, Vectrát, de ugyanebből az évjáratból. Szerintem az egy korrekt autó, ez nekem kicsi lenne, nem is mondanám a motorját annyira megbízhatónak. Állítólagosan nagyon tud gyerni az olajat, én nem tudom, mondom, nekem nincs erő tapasztalatom, de amit akartam kihozni, hogy maximum a pénzednek a 70%-át költsd el, és meg is mondom miért. Ha neked van 1 millió forintot, tegyük föl, cakum, pak, mindene összerakva, vagy hitel, vagy akármire, van 1 millió 000 forintot. Akkor ne vegyél 1 millió forintért autót. Ne is nézzél 1 millió forintért autót, mivel nem fogod tudni kifizetni és elhozni. Bele kell számolnod úti költséget, benzinköltséget, ha fölvisz valaki, akkor annak a benzinköltségét, buszköltséget, szervizköltséget, minden szívszal költséget. Olyan kibaszott sok költsége van egy autó megvásárlásán, főleg, hogyha külföldről van hozatva, mert most már az új autóknak a 78%-a külföldről van hozatva, hogy nagyon oda kell figyelned arra, hogyha neked van 1 milliód, akkor nézel 750-ért, 850-ért egy autót, megveszed 800-ért, 750-ért, akkor rájön egy rendszámtábla 25 000, rájön egy átiratás, most egy 1.6-os benzinesnél kb. Az átiratási költség olyan 40 000 forint, egy ilyen újabbnál 35-40 000 forint, arra rájön egy eredetiségvizsgát, ami 18 000 forint, az is köbcentire, azt hiszem 1004-től fölfelé már nő, akkor arra rájön még egy olyan költség, hogy nincs benne egy benzin, mert általában úgy szoktak ezek köhögve elmenni, ugye, mert a kereskedő nem tankol bele, nem pazarolja a pénzét. Tehát itt belejön minimum, hogyha elmész az ország másik félre, bele kell tankolnod egy 15 000-et, tehát ez már 100 000 körül van ez az összeg. És az meg a másik, hogyha te elviszel egy autót így, akkor az lenne a következő hónapban az első, hogy te ezt leszervizeled, mert ki a fasz tudja, mikor volt benne szűrő, olaj, meg akármilyen csere. Vagy esetleg ebbe az autóba ezt nem is szabadna megvenni, tehát ezt a konkrét autót azért adják ilyen olcsón, megnéztük, hogy 850 plusz áfa vagy mi, vagy behozata, mert ez le van rúgva, mint a picsa, és szar állapotban van a kaszn is. Neked meg kell jegyezned azt, használt autó, karcos, le van szarva. Ez hozzá kell szokni, hogy karcos, fújva volt. Az a lényeg, hogyha most meg van javítva, és most megy, az a lényeg.
olyan autót nem szabad venni, ami nagyon gyanús, tehát hogy itt tényleg a kereskedő is olyan, hogy ilyen nagyon nyomulós, meg ilyesmi, azt tényleg el kell felejteni. És igen, be kell nyelni azt, hogy elmész akár a világ másik felére, és autót vás, jó világ az országban, hogy ha szar, nem szabad megvenni. Akár elmehetsz 5 millió kilométert is, nem szabad megvenni, akármennyibe került az utazás. Mivel azért, hogy te kényszerbe ugye, mert elmenti otthonról, már beleraktál a másik autójába 30 ezeret, vagy mennyit, hogy beletankolj, nem éri megvenni. Egyszerűen nincs az a pénz, amit te az a megszop, meg fogsz szopni, hogy veszel egy szarautót, tegyük föl itt is, ezen szét van homályosodva mind a két lámpa, ez egy gányautó, ezt nagyon utálták, de azt most nem arra mondom, hogy a konkrét az Astra gány, meg az Opel, hanem ez a darab, ezt nem szabad megvenni. Nagy cégektől megint nem szabad venni, vannak rossz tapasztalatok, szerintem majd a következőben, amikor már nagyobb kategóriás autót fogok, vagy pont, hogy olcsóbbat, ezt még nem döntöttem el, most ezeket a csajos autókat, ha lehet így mondani, próbáltam összeszedni, van még nagyon sok, igen, vannak Suzuki-k, vannak Citroen-ek, vannak Renault, azt mondom, hogy a megbízhatóbbakat, meg a jobb állapotokat kell nézni, ez szar, amit már itt nézek fél órája, úgyhogy ezt nem ajánlom. Ezt már elmondtam 20-szor, úgyhogy megint csak magamat tudom ismételni. Na most én Szilárd voltam, ha tetszett, akkor iratkozz fel és lájkolj, és nézd meg a többi videómat is, és ezt az autót meg senki ne vegye meg.